Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Liszkai Lórán vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Nyári diákmunka. Szívesen dolgoznak a tanulók a plusz pénzért cserébe. Kábítószer ellenes nap. Előadásokat és programokat szerveztek Dombóváron. Évzáró ünnepség. Elbúcsúztak a 2023-24-es tanévtől a Bonyhádi Perccel Mór Technikumban. Térség és vállalkozásfejlesztés. A vállalkozások számára hozott létre adatbázist a Tolna Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Végre lesz szabad idejük az iskolásoknak, ugyanis elérkeztünk a tanév végéhez. Akik szeretnének egy kis pénzt keresni, azok diákmunkát vállalhatnak elfoglaltságként. Erről kérdeztük a tanulókat és az egyik ezzel foglalkozó céget. Az vállalhat diákmunkát, aki betöltötte 15. életévét és nappali tagozatos. Aki felsőoktatásban tanul és nem nappali tanrendben, az pedig passzív fél év esetén. A lehetőségek pedig igen szélesek. A nyári időszakunk az mindig egy picivel színesebb, bővül az évközben elérhető munkalehetőségek listája, ilyenkor nem csak már a kereskedelemben, a vendéglátásban vagy a gyártószektorban van lehetőségük a diákjainknak a melódiákon keresztül a munkavégzésre, hanem elérhetőek akár a mezőgazdasági munkalehetőségeink, strandokon, fürdőkben is dolgozhatnak. A mai generációra tekintve bíztató, hogy az elmúlt évekhez képest nem csökkent a jelentkezők száma. Sokkal nagyobb érdeklődő szám van, és sokkal korábban érdeklődnek már a diákok, hogyha kimondottan mondjuk csak nyáron szeretnének munkát vállalni. A Szekszárdi Garai János gimnázium tanulója Vörös Anna Fédra számára nem ismeretlen a munkavilága. Idén lesz harmadik éve, hogy nem tétlenkedik a szünet alatt. Én azért kezdtem el dolgozni, igazából egy kicsit független egyek az anyagi támogatástól, így anyukám még felől, és általában azokra szoktam így félretenni, amit mondjuk meg szeretnék venni, tehát például egy telefon, vagy egy nagyobb ruhavásárlás, hogy ne mindig anyukáméknak kelljen ezt finanszírozni, és vagy pedig félrerakok, hogy tehát a egyetemi éveimre is legyen még valamiből azért gazdálkodnom. Simon Gábor is betáblázta a vakációját, szívesen végez különféle elfoglaltságokat. Tervezek egy tenisztáborba is menni, ott hát egy héten át segíteni kell az kisebbeket felügyelni rájuk, illetve ugye ételt csinálni, meg a pályákat húzni, illetve megyek még karate táborba, ahova szintén barátaimmal megyek, ott is közösségi munkát kell csinálni, kicsit ilyen szervezni kell, meg edzés is lesz, azon is részt fogunk venni, és nagyon várom már ezeket a programokat. A világ sokat változott az elmúlt 10-15 évben. Szerencsére a diákok többsége nem csak szüleire akar támaszkodni, hanem önerőből is megteremtik a nyári költőpénzüket. A Kábítószer ügyi egyeztető fórum munkacsoportja harmadik alkalommal rendezett olyan programot Dombóváron, amelyen előadásokat hallgattak meg a résztvevők a különböző függőségeket okozó szerekről. A rendezvény előadásain az aktuális norma környezet, illetve a társadalmi jelenségek kérdéskörére helyezték a hangsúlyt. Célja, hogy bemutassák az aktuális kábítószer függőségek helyzetét. A Leo Amici 2002 addiktológiai alapítvány rehabilitációs intézete alkohol, drog és gyógyszerfüggőségekben, valamint viselkedési problémákkal szenvedő felnőtt férfiaknak nyújt felépülési lehetőséget bentlakásos, hosszú terápiás módszerrel. Az utóbbi egy-két évben viselkedési függőségek elég jól feljöttek, vagy jól, hát eléggé feljöttek sajnos a mélyből, úgyhogy most már játékfüggő vagy internetfüggő embereket is felveszünk kezelésbe. Hosszú terápiás módszerre dolgozunk, egy éves bentlakásos terápia a mi kezelésünk, és akkor a cél az a teljes önálló józanélet. Tehát az, hogy valaki abstinensen, szerek nélkül tudjon tovább működni az életében, ami már egyébként nem menne ki, nyilván azért fordult hozzánk. A terápiák során az első hónapban megismerik a pácienst, és kialakítanak egy számára megfelelő módszert, hogy felépülése sikeres legyen. Utána pedig a kezelésnek mondjuk a második fele, a terápiás időszaknak a második fele már inkább arról szól, hogy megtaláljuk az erőforrásokat közösen, azt, hogy hogyan lesz ebből majd önálló józan élet, hogyan lehet azt megvalósítani, hogy az eddigi kihívásokra, meg kérdésekre, amire egy függő
azonnal iszik vagy drogozik, ezen más válaszokat tudjon adni, más legyen majd a kimenetelezetnek a helyzeteknek, mint eddig. Az intézet Komlón található, viszont az ország egész területéről fogadják a jelentkezőket. Az elmúlt napok sem teltek el balesetmentesen Tolnában. Fának ütközött egy gépkocsi Mágocson a Béke utcában. A műszaki mentéshez a dombovári hivatásos tűzoltókat riasztották. A mentőszolgálat kórházba szállította a járműsofőrjét, akit a helyszínen tartózkodó járőrkelők segítettek ki az autóból. A tűzoltóegységek áramtalanították a gépkocsit. Összeütközött két személyautó Szekszárdon, a Béri Balog Ádám utcában. A baleset helyszínére a vármegyeszékhely hivatásos tűzoltói vonultak, akik áramtalanították a járműveket. Két utas könnyebben sérült, őket a mentők kórházba szállították. A Városházán állománygyűlésen találkozott a polgármesteri hivatal köztisztviselőjével Berlinger Attila, Szekszárd újonnan választott polgármestere. A politikus azt írta, kollégáival együtt sokat fognak dolgozni azon, hogy az elmúlt évek zűrzavara után végre egy együttműködő és a város érdekében tevékenykedő képviselőtestület, valamint egy kiváló hivatali szakembergárda szolgálja a helyiek érdekeit. Szekszárdon a megbízó levelek ünnepélyes átadására június 20-án kerül sor. A nagy meleg miatt szerda reggel 8 órától életbe lépett az úgynevezett vörös kód, ami kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. A péntek 20 óráig tartó speciális eljárás lent fokozatosan lép életbe, szerdán 6 vármegyére, köztük Tolnára is érvényes volt, így lesz ez csütörtökön és pénteken is. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodás politikáért felelős államtitkár hangsúlyozta, hogy az eljárásrend a szociális intézményekre vonatkozó intézkedéseken túl figyelmeztetést jelent a társadalom számára is. Ha valaki az utcán bajba került hajléktalan embert lát, jelezze azt a regionális diszpécser szolgálaton keresztül. A Bonyhádi Tolna Vármegyei Szakképzési Centrum Percelmór Technikum és Kollégium megtartotta évzáró ünnepségét. Az eseményen az idei tanévben kimagasló teljesítmény nyújtott tanulókat jutalmazták. Pisov Tamás, az intézmény vezetője elmondta, a 2023-24-es tanévben igyekeztek megfelelni a szakmai kihívásoknak. Sikerült a tanulóinkat a duális képzésben, a duális partnerekhez egytől egyik kiközvetíteni, partnereket találni, és ezeket a partneri kapcsolatokat évközben ápolni. Ez nagyon fontos, mert a diákok és az iskola, valamint a duális partnerek hármasa képzi azt a tudást, ami majd jó szakembereket képez. Kifejtette, a nebulók nem csak a duális képzőhelyeken tanulhattak, az iskola több lehetőséget is biztosított számukra. A hálózati együttműködés kiterjed a műhelyekre, a szakmai gyakorlatokra, az ágazati képzőközpontokra, a kirándulásokra, a szakmai kirándulásokra, több üzemet is meglátogattunk, valamint kiterjed a versenyekre. Talán ezek voltak a legintenzívebb élmények a diákok számára, hiszen a versenyzés közben tudták alkalmazni azt a szakmai tudást, amit elsajátították az idei, vagy éppen a korábbi évek alatt. Az évben kiváló eredményeket elérő diákok jutalomban részesültek, amelyet a Percel Alapítvány felajánlásának köszönhetően kaptak meg. A diák sikereink között a közismereti országos eredmények mellett a szakmai eredmények is kiemelkedőek voltak, főleg informatikából vagy épületgépészetből értünk el komoly eredményeket. Talán a csúcsot hadd említse meg név szerint is, a Szakmasztár Fesztiválon országos negyedik helyezettet ért el, fűtés- és gázhálózatrendszer szerelőként Jókai Rafael végzős diákunk. Talán ő volt a csúcs, és ez mutatja azt is a többieknek, hogy érdemes tanulni, hiszen aki ilyen jól szerepel, az úgy jön a szakmai vizsgára, hogy csak átveszi a bizonyítványt. Kolcsár Lídia úgy érzi, az idei tanév sikeres volt számára. Már nagyon pici voltam, akkor is eldöntöttem, hogy én ide akartam jönni. Nekem a családom nagy része ide járt, és nagyon sok könyvelünk van. És mondták, hogy nem tudnának másik iskolát mondani, ami szerintük ennyire jó. És eljöttem egy nyílt napra, és beleszerettem.
Pókai Ágnes a közösségi munkájáért, jeles tanulmányaiért, valamint sporteredményeiért kapott elismerést. Elmondta azt is, miért választotta a Perccel technikumot. Ez egy spontán ötlet volt, és főleg azért, mivel a barátnőm is idejött, és ez is nagy szerepet játszott, de azóta egy percet sem bántam meg, hogy átjöttem. Ez nem egy gimnázium szintű közösség, hanem ez egy sokkal kisebb, és így azt érzem, hogy sokkal összetartóbb az egész, és nincs annyi ember körülöttem, és pont ez kell, hogy kevesen legyünk, és szeretem azóta. A tanulók többsége a nyári szünetük részét diákmunkán, illetve a gyakorlati helyen fogják eltölteni. Eredményesen szerepeltek a paksi ASEL kajakkenusai az elmúlt hétvégén rendezett Szegedi Európa-bajnokságon. Pup Noémi mindkét számában vezérevezősként az olimpián szereplő 504-esben és 1000 párosban Európa-bajnok lett. Vajda Bence Szántói Szabó Tamással 1000 méteren második helyen végzett. Kollár Kristóf Fejes Dániellel 1000 párosban ötödik lett. A párizsi olimpiai csapat összetételéről a héten várható döntés. A Város Alkotója kurzus keretében a Szekszárdi Matthias Corvinus Kollégium hetedikesei a vidékjáró terepjáró csapatával bebarangolták a helyi borvidéket. A gyiptúrán szó esett a város épített örökségeiről, illetve avar és honfoglaláskori leletekről is. A résztvevők megtudták, hogy Szekszárd városa a folyószabályozás előtti időkben dunai kikötővel rendelkezett. A csapat bejárta a különböző szurdokokat, majd felment a Bati kereszt kilátóba, ahol egy rögtönzött néprajzóra keretében a túravezetőtől a 19-20. Századi szekszárdi és sárközi emberek életéről hallottak. A tavalyi román kupa győztes másodosztályban szereplő FC Corvinul Honedoara lesz a Paksi FC labdarúgó csapatának ellenfele az Európa Liga selejtezők első körében. Az első mérkőzést július 11-én Pakson, míg a visszavágót július 18-án Romániában rendezik. A tolnai csapat továbbjutás esetén többek között a portugál Bragát vagy a horvát Riekát is kaphatná ellenfélként. Amennyiben az atomvárosiak alul maradnak román ellenfelükkel szemben, akkor a Konferencia Liga selejtezőiben küzdhetnek meg az Európai Kupa randért. A Nemzetgazdasági Minisztérium támogatásával 2024. február végén indította útjára vállalkozás és térségfejlesztési programját a Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ennek egyik kiemelt eleme az úgynevezett potenciális fejlesztési területek adatbázisa, amely immáron elérhető a szervezet honlapján. Erről számolt be Hornok Jenő, térségfejlesztési koordinátor. Az új információs adatbázis célja, hogy egy helyen összesítse, rendszerezze a Tolna vármegyében megtalálható, első körben önkormányzati tulajdonban lévő területeket, amelyek valamilyen ipari vagy kereskedelmi, szolgáltatási vállalkozási tevékenység folytatására alkalmasak lehetnek. Ezek az önkormányzati tulajdonú területek, ezek megvásárolható vagy bérelhető területek, és gyakorlatilag az a célunk azzal, illetve ezzel az adatbázissal, hogy összekapcsoljuk a vállalkozói igényeket a lehetőségekkel, tehát előmozdítsuk azt, hogy adott vállalkozás adott térségben letelepülni tudjon, vállalkozási tevékenységet indítson. Az adatbázis a kamara honlapján a tmkik.hu weboldalon érhető el. A településre szűrve, aztán az adatbázis ugye kidobja azokat a lehetőségeket, ami ott az adott város vagy település környezetében jelenleg rendelkezésre áll, és olyan szűrési feltételek mellett, mint például területnagyság, megközelíthetőség, felépítmény, a telek nagysága, az adott felépítménynek a típusa, állaga, tehát egy csomó minden olyan információt tartalmaz, ami eldönteti vagy segíti a döntést. Itt az adott önkormányzat elérhetőségei is megtalálhatóak, így könnyen fel lehet venni a kapcsolatot. A jövőben további fejlesztések is várhatóak. Ipari parkok, illetve szabadvállalkozási zónákat is szeretnénk ebbe az adatbázisba beemelni, és nagyon távlati elképzelésként adott esetben a magánszektor
tehát céges ingatlanok, szintén eladási vagy bérleti szándékkal történő forgalmazását is szeretnénk megtámogatni ezzel. Az adatbázis sémájára a közeljövőben elkészül egy hiteladatbank is. Vállalkozói hiteleket szeretnénk majd egy helyre koncentrálni, hasonlóképpen egyszerű szűrési feltételek mellett szeretnénk segíteni a vállalkozásokat a forráshoz jutáshoz. A program megvalósítását a Nemzetgazdasági Minisztérium a VF 445-2023 TMK-ig azonosító számú projekt keretében támogatja. Regionális híreink következnek. Közösségi költségvetés és pályázatok. Több mint 500 ötlet érkezett a programra. Jótékony úszás. Mintegy 80 km teljesítése várt a gyerekekre Keszthelytől Balaton akaratjáig. Kinyitották a Bükkösdi kőbányát. Nyílt napon ismerkedtek meg az üzem működésével. Lezárult az idei Dönts velünk közösségi költségvetés pályázat beadási időszaka. Több mint 500 ötlet érkezett be május végéig. Ezek megvalósításáról dönthetnek majd a pécsiek augusztustól. Gyalogátkelőhely a Pécsi Ágoston térnél. Ezt az ebrát tették még biztonságosabbá az itt élők kérésére. A pénzt a közösségi költségvetésből pályázták és nyerték meg. Tavalyi győztes javaslatok közül is folyamatosan valósítjuk meg, vagyis hogy történnek a kivitelezések. Az egyik például a mögöttünk látható Ágoston téri zebra, aminek egy okosítása, biztonságosabbá tétele történt. Ez a négyes zónában van, itt két javaslat valósult meg. A másik a padokat helyeztünk ki a jelszobor környékére, a magaslati útra. Szóval, hogy folyamatosan dolgozunk a tavalyi program hirdetése óta. Idén is meghirdették az ötletpályázatot a programra. A Dönts velünk közösségi költségvetés második éve megy most már Pécset. Márciusban hirdettük meg, április-május volt az ötletbeadási időszak, az május 31-én zárult, sikeres, a tavalyi ötletek számát megdupláztuk, tavaly ugye 247 javaslatot küldtek be a pécsiek, most 512 javaslat érkezett egészen konkrétan, nagyon örülök ennek a számnak, sikerült, azt hiszem ez bizonyítja, hogy egyre sikeresebb a felhívásunk, és sikerült az embereket megszólítanunk, elérnünk. Az 512 javaslat egy előszűrésen vesz részt, hogy ne kerül ülhessen be olyan ötlet, ami nem megvalósítható. Majd augusztusban minden pécsi zónában egy listát tesznek közzé a kezdeményezésekről, amelyekre szavazni lehet. A keretösszeg a 100 millió forint, azaz azt jelenti, hogy zónánként ugye 10 zóna, bruttó 10 millió forintból gazdálkodhatunk, ez 20 millióval több, mint a tavalyi, szóval, hogy ebben is változás van, vagyis hogy fejlődés van, nem is akármilyen változás, egy elég konkrét ugrás, milyen típusú javaslatok érkeztek be. Sok program, több programjavaslat érkezett, mint tavaly, ennek örülök. Több olyan javaslat van, ami a tavalyi évi nyertes projektek továbbgondolása, továbbfejlesztése, ez is egy pozitív előremutató folyamat, hogy azt fejleszteni, ami már megvan, nem teljesen új dolgokba gondolkodnak az emberek. Sok olyan javaslat jött, ami megint csak a tavalyihoz visszanyúlva, amiket azok inspirálnak. Ilyen például a szabadtéri kondi parkok létesítése, amelyekből 10-12 igény érkezett az idei pályázaton, mondja Salamon Péter. Ezen kívül közösségi terek kialakítása, a mindennapi életet segítő vagy éppen biztonságosabbá tevő, például közlekedési fejlesztések ötlete is több érkezett. A megvalósításokról szóló döntést a közvetlen demokrácia elvei szerint hozzák meg, teljesen függetlenül a politikától. A beruházásokat pedig a Pécsi Város Üzemeltetési Cég végzi el, tudtuk meg a szakmai koordinátortól. Jótékony céllal ugrottak vízbe Keszthelynél a budapesti Kispingvin Sport Egyesület fiataljai. A gyerekek arra vállalkoztak, hogy folyamatos váltásban hosszában ússzák át a Balatont. A fiatal sportolókra mintegy 80 km teljesítése várt.
24 gyerek 6x4 fős csoportokban vágott neki a Balaton átúszásának. A kihívás során folyamatosan váltva egymást hosszában teljesítették a távot. Most mi felnőttek nem úszunk, ennek egy nagyon szép híve van, mert 15-ben másodmagammal úsztam át, 19-ben 3-an felnőttek kísértünk át 18 gyerkőcöt, és most 24 gyerkőc fogja önállóan átúszni, és mi csak a kizárólag a hajóból fogjuk őket lelkesíteni. Mintegy 80 kilométer teljesítése várt a gyerekekre, akik úszásukkal jótékonykodtak is. Az eseménnyel a Wanderflora CMT alapítvány számára gyűjtöttek. Flóránál 2 éves korában állapították meg ezt a genetikai rendellenességet, amely akadályozza a járásában. Folyamatos fejlesztés szükséges a kislánynál. Wanderflora CMT alapítványnak gyűjtöttünk, hogy Flórának tudjunk segíteni, és egy nagyon nehéz küzdelem lesz, de aki ezt le tudja győzni, az egy igazi sportoló. A gyerekek tudatosan készültek erre a rendkívüli Balaton átúszásra. Már egy 3 éve vízilabdázok itt. Ez igazából ez egy jótékonysági úszás, gyerekek a gyerekekért, és szerintem menni fog. A 4 fős csapatok fél óránként váltották egymást az úszásban. Ők minden nap edzésben vannak, meg rendszeresen mérkőzést játszanak. Én azt gondolom, hogy az egész challenge az életüket így végig fogja kísérni, mert hogy sportolok, de ez mégis egy picit más. Ilyet nem csinál meg mindenki, ezelőtt mit csináltuk meg 19-ben, úgyhogy remélem, hogy egy hatalmas élmény lesz nekik. A gyerekek úszásukkal nem csak jótékony célt szolgáltak, hanem arra szerették volna felhívni a figyelmet, hogy milyen fontos másokra is gondolni. Nyílt napot tartottak a Bükkösdi kőbányában. Az üzem működésével, a kitermeléshez használt nehéz gépekkel ismerkedtek meg a családok. A kőbányát működtető cég fontosnak tartja, hogy bemutathassák a Bükkösben folyó munkát, elmondhassák, ez milyen hatással van a környezetre. Gyerekek, apukák, anyukák a Bükkösdi kőbányában nyílt napot tartottak az érdeklődőknek, hogy bemutassák, mi történik itt. Még a legkisebb gyereket is elhozták a látogatásra, így érkezett ez a 2 anyuka a fiatalokkal. 6-al jöttünk, van egy 7 éves, egy 10 éves, és egy szintén 7 éves kislány, egy 1 éves, és még egy felnőtt van velem. Úgyhogy így jöttünk el 6-an. Úgy gondolták, igazi családi program a bányalátogatás, olyan lehetőség, amivel élni kell. Interneten fedeztem föl ezt a programot, és úgy gondoltam, hogy a gyerekeknek is nagyon fog tetszeni. Pici koruktól kezdve nagyon érdeklik őket, ugye az építőipar, maga a nagy munkagépek, és úgy gondolom, hogy felnőttként is nagyon látványos lehet egy ilyet megnézni, és nem mindennapos dolog, úgy gondolom, egy bányába eljönni és megnézni. Főleg úgy, hogy lenne egy körbevezetésünk, elmondanak fontos dolgokat, mi zajlik itt a bányában, mi történik magával a kitermelt kövekkel, stb. És ez úgy gondolom, hogy nem csak a gyerekeknek lesz egy nagyon izgalmas program, hanem egy felnőtteknek is nagyon izgalmas dolog lehet. Csoportokban mehettek be a művelési területre a látogatók. Itt a dolgozók munka közben mutatták be a járműveket, amiket a kitermeléshez használnak. Markoló hozta meg a 130 000 kg, és egy kanál mozdulatta 14-15 tonna anyagot tud fölmarkolni és belejuttatni a dömperbe. Viszont ez mellett ugye a fogyasztása 100 liter per óra. Azonban a kitermelt anyagra leosztva jó ez a fogyasztás, mondta a túra vezetője. A Bükkösdi kőbányát működtető cég rendszeresen szervez nyílt napot a Bükkösdi létesítményben. Most már hagyománynak tekinthető, hogy a Holcim Királyegyházi cementgyárához tartozó Bükkösdi mészkő és agyagbányában is nyílt napot szervezünk. Tavaly nagyon nagy sikerrel, nagyságrendileg 200 fő látogatót fogadtunk. Idén már időben meghirdettük az időpontokat, és ennek köszönhetően közel 300 fő érkezik a mai napon a Bükkösdi kőbányánkban. Mindenképpen fontosnak tartjuk, hogy megmutassuk, hogy hogyan lehet a mai világban egy modern mészkőbányát üzemeltetni, és ehhez a kollégák nagyon látványos programokat találtak ki. A bánya modern működését környezetvédelmi szempontból kell érteni, mondja a gyárigazgató. A mai modern világban nagyon fontos az, hogy mekkora környezeti lábnyommal tudunk termelni, és ebben a Bükkösdi kőbánya világszínvonalú. Mint a technológiát számítva, mint a mobil berendezéseket nézve, nagyon-nagyon hatékonyan tudunk termelni.
A június 15-i bánya nyílt nap a családoknak szólt. Az üzemeltetők ezen a héten a Bükköst környéki iskolákból várják az osztályokat, hogy nekik is bemutassák a bánya működését. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Nyári diákmunka. Szívesen dolgoznak a tanulók a pluszpénzért cserébe. Kábítószer ellenes nap. Előadásokat és programokat szerveztek Dombóváron. Évzáró ünnepség. Elbúcsúztak a 2023-24-es tanévtől a Bonyhádi Perczel Mór Technikumban. Térség és vállalkozásfejlesztés. Vállalkozások számára hozott létre adatbázist a Tolna vármegyei kereskedelmi és iparkamara. Csütörtökön dél előtt szikrázóan napos idő következhet. A Dunántúlon még élénk lökésekkel kísért északi szél fúj, ami frissülést hozhat az adott országrészekbe, de összességében marad a hőség. Nyugaton már a déli órákra legyengül a légmozgás. Ekkor is marad a napsütéses időjárás, de gyenge vagy mérsékelt fátyolfelhőzet adhat némi árnyékot. Csapadék nem érkezik. Friss hírekkel legközelebb csütörtökön este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!